Tavaly augusztusban még az eredeti belső fal dekoráció volt látható az Újfehér Tói Játékvár bölcsőde korábban meglévő épület részein. Az új szárnyak építése is kezdetleges állapotban volt még az előző nyáron. 10 hónap telt el azóta, a folyamatos munkálatok pedig már jól látszanak. Helyére kerültek a vadonatúj műanyag nyílászárók, a legtöbb helyiségben, így például a mosdóban is elkészültek a burkolati munkákkal. A játékvár bölcsőde felújítására és bővítésére 624 millió forintot nyert el Újfehér Tó önkormányzata. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi 48 helyett több mint 60 férőhelyes lesz az intézmény, a gyermekek új eszközöket kapnak, és egy újabb játszóudvart is kialakítanak. Hosszú József polgármester televíziónknak azt mondta, nagy igény mutatkozik a kibővített bölcsődére. Top pályázat keretében Európai Uniós és kormányzati forrásból valósul meg ez a projekt. Korábban volt egy 4 csoportos bölcsődéje a városnak, az önkormányzatnak. Ez szerencsére kinőtte a város, és most felújítás és bővítés keretében egy 5 csoportos, 60 férőhelyes bölcsőde épül és bővül a régi bölcsőde helyén. Bízunk benne, hogy az is nagy kihasználtságnak fog örvendeni. Nagyon sokan megállítanak nap mint nap, hogy mikor készül el már a bölcsőde, hisz látva a helyi demográfiai mozgásokat, nagyon sokan költöznek Újfehértóra, ez az fiatalok elsősorban, ez azzal jár, hogy gyerekek, hál' Istennek azzal is jár, hogy gyerekek születnek, és nekik pedig ugye fontos az, hogy ellátásukat biztosítsuk, úgyhogy ezért is nagyon várják már az itt lakók, hogy a bölcsőde elkészüljön. A megújuló és bővülő játékvár bölcsőde június végére készülhet el teljes egészében, és már nyáron fogadhatja a gyermekeket. Újfehértón egyébként ünnepeltek az elmúlt napokban. Városnapi programsorozattal emlékeztek meg 2 jeles évfordulóról, a település mezővárossá nyilvánításának évfordulójáról, és arról, hogy 31 évvel ezelőtt Újfehértó újra városi rangot kapott.